Hát nagy szeretettel üdvözlöm a Szilas TV nézőit, és én úgy gondolom, hogy ez egy különleges alkalom ismét, ahol mostantól az 5. Kerepesi Sörfesztivál ünnepelhetjük, mert ez egy ünnepség. 5. Kerepesi Sörfesztivál, ez azt jelenti, hogy olyan szinten indultunk el valamikor 5. éve, minden évben egy sörfesztiválunk van. Az elsőt nehéz lenne überelni, hisz Lagzi Lajcsit hívtuk meg, aki egyébként most szívesen itt lenne szerintem, de ez lehetetlen. Viszont így a tavalyi évben volt egy fellépése Beller Annának itt nálunk, Kerepesen, ami nagyon nagy sikerrel járt, és úgy gondoltuk, hogy talán egy nagy álmom volt, hogy 3 Beller egy színpadon, hisz Beller Karcsi barátom itt él köztünk Kerepesen, és aki a Beller Annának a lánya, a kis fiatalabb Anna, hát ez nagyon nagy dolog lenne, majdnem a Beller Marian is meg lett volna, hogy eljöjjön hozzánk, de hát ő neki most született a Szilveszter nevű kisfia, úgyhogy ő nem tudott eljönni. 3 Beller egy színpadon itt a Kerepesi 5. Sörfesztiválon, ahol 120 fizető vendégünk van, ezt bátran merem kijelenteni, hogy nagy öröm, nem is akartunk többet, mert annyian férnek el kényelmesen a terembe, és hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy ilyen komoly érdeklődés mellett, szinte percek alatt elfogyott a jegy. Magamat ringatom, míg ülandol egy almafán, az Isten kertjében almabort inhalál. Én vágtatnék tovább veled az éven, az álmok boldos indián nomád. Egy tálkos szép remek a konyha késben, természetesen egy sörfesztiválnak vannak kiemelkedő fénypontjai, hogy a tombolát ne említsem, amit egyébként azért mondok el csak, mert érdekességként a Kerepes Rádiót mostantól lehet egy ilyen szokorrádiószerű kis rádión fogni továbbra is, hisz internetrádiót sorsolunk ki 2 darabot a mai műsor alatt, a tombolán. Egyébként lesz egy tapolcai és egy másik wellness hétvége is a tombola sorsolás között. Ami pedig még érdekesség, hogy sörivó verseny, ugye egy fontos kelléke a sörfesztiválnak a sör. Egyébként Németországban nem tudom, tudják-e a kedves nézők, a sör az nem alkohol, hanem nemzeti ital. Na ezt a munkahelyen azért nem alkalmazzák. Ami pedig még úgy érdekesség sörivó verseny mellett, hogy a népviseletben Dindlibe érkezett hölgyek között hát egy szépségverseny lesz, és a szépségversenynek a győztesét, illetőleg a zsűriére felkérjük majd Beller Károly művész urat, hogy ő döntse el, hogy ki lesz a győztese. Ez még persze előttünk áll, de ez is egy nagyon fontos dolog lesz. Hát a szórakozás, az a legfontosabb. Hey, hey! Hey, hopp! Imádlak, és tudja!